Szeretettel köszöntlek benneteket, akik a Katolikus Ma honlapon keresztül egy kis lelki föltöltődésre vágyódtok, és én, Tordai Attila, innen Szegedről egy kis üzenetet szeretnék számotokra küldeni. A mai olvasmányból, Ószövetségből olvasnék föl. Ez egy hosszabb történet, de közben megállok, hogy valóban az ősi történet hogyan lehet ma is a mi számunkra tanulság, hogyan hozhat közelebb bennünket is a Jóistenhez. Királyok második könyvéből olvassuk. A királyok korában történt. Námán, a szíriai király seregének vezére, nagyja becsült, kedves embere volt urának, mert általa adott az úr győzelmet Arámnak. De ez az ember lepás volt. Szíriaiak egyszer kivonultak portyázni, és Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Námán feleségének szolgálatába került, és így szólt asszonyához: ha uram a prófétához fordulna Szamariában, biztosan megszabadítaná leprájától. Pillanatra megállnék. Krisztus előtt, ugye a 8.-7. században történt ez az eset, följegyezték, mert majd tényleg nagyon érdekes lesz, ahogyan egy tekintélyes ember, akit egy súlyos betegség gyötör, és akár még a halállal is szembesülne, minden karrierjének vége van, milyen érdekes, hogy egy idegen népből való, úgymond rabszolga lánynak a tanácsa, az mennyire fontos. Ellen gondolkodok, hogy nekünk is sokszor valaki tud adni olyan tanácsot, ami elgondolkodtat, és ami a jóra vezet, hiszen így a történet is így folytatódik. Námán erre elment urához, és előadta, nyilván a királyhoz ment. Így és így beszélt ez az Izrael földjéről való leány. Szíria királya ezt válaszolta: menj el, s adok neked egy levelet Izrael királya számára. El is ment, s vitt magával 10 ezüst talentumot, 6000 sékel aranyat és 10 ünnepi köntöst. Aztán átadta Izrael királyának a levelet, amely így szólt: ezzel a levéllel egyszer s mint szolgámat Námánt is elküldöm hozzád, szabadítsd meg leprájától. Döbbenetes, hogy a szomszédos népek ilyen értelemben leveleznek, küldik a katonatisztjüket, aki beteg, a másik királyhoz. Nem csak levelet küldött, hanem komoly ajándékot is, tulajdonképpen hát már előre, mint egy megfizeti a szolgálatát, hogy hát gyógyítsa meg ezt az embert. Amikor Izrael királya elolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és fölkiáltott: vajon Isten vagyok én, hogy halált vagy életet tudjak osztogatni? Miért küld tehát ide ezt az embert, hogy szabadítsa meg a leprájától? Világosan láthatjátok, csak ürügyet keres, hogy belém köthessen. Talán azt gondolta szegény Izrael királya, hogy itt valami háború készülődik, mert ha nem sikerül meggyógyítanom, akkor aztán még nekem támadnak. Ő biztos, hogy semmit se tud. Hogyan folytatódik a történet? Amikor Elizeus meghallotta, Elizeus, ugye, Illés prófétának a tanítványa, maga is Isten embere, meghallotta, hogy a király megszaggatta ruháját, elküldött hozzá, és ezt az üzente neki: miért szaggattad meg ruhádat? Jöjjön el hozzám, és megtudja, hogy van próféta Izraelben. Döbbenetes, hogy az Isten embere megvan arról győződve, hogy valahogy az Úr megmutatja arcát. Ez az ember meg akar gyógyulni. Ide jött hozzánk, alázatosan, sőt kérve. Hát vesse, derüljön ki, hogy valóban velünk van az Isten, velünk vagy Urunk. Námán tehát elment lovastul, kocsistul, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt. Elizeus kiküldte hozzá egyik emberét ezzel az üzenettel: menj, fürödj meg 7-szer a Jordánban, és fölépül a tested, tiszta leszel. Námán megharagudott, és azt mondta: nos, azt gondoltam, majd kijön,
elébb áll, és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét. Aztán a beteg rész fölé hajtja kezét, és így megszabadít a leprájától. Hát nem különbeket Damaszkusz folyói, Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék hát meg azokban, hogy megtisztuljak? Azzal megfordult, és hargosan elment onnan. Volt egy elképzelése a beteg embernek, amikor oda járul az orvoshoz, hogy az jöjjön ki, hogy valahogy, hát úgy, ahogyan ez kell, gyógyítson meg, én meg megfizetem itt az egész szekér, ajándék, minden, amit hoztam. De nem úgy cselekszik, döbbenetes. Mi is néha vagyunk úgy, megjegyzem, hogy akár a diák, akár a jó szülő, a korrepetáló tanárt próbálja, hogy megfizetem, de aztán egy hónapon belül egy jeggyel jobban legyen ám a fiamnak, vagy a lányomnak. Vagy az orvoshoz is úgy megyünk, hogy elvárjuk, hogy azonnal és ott és úgy gyógyítson meg. És bizony, itt az Istent, az ő gyógyító szeretetét nem mindig úgy tapasztaljuk meg. Mi is kérünk, imádkozunk. Hányszor történt olyan, hogy nem akkor és nem ott. Milyen jó azért, itt megint előkerül valami. Még befejezem a történetet, amit olvasunk Királyok könyvében. Tehát megfordult és haragosan elment onnan. De szolgái elébe léptek és lelkére beszéltek. Atyám, ha a proféta valami nehezet kívánt volna, nem, de megtetted volna azt is. Mennyivel inkább meg kellene tenned, mivel csak azt mondta neked, hogy fürödj meg, és tiszta leszel. Megint olyan jó, hogy látjuk, hogy a beteget kísérték az ő szolgái, és azok most milyen jó tanácsadók. Ne haragosan visszafordulni, pedig reménnyel jöttél, és most visszafordulnál. Tedd meg, bizakodj, valamit mondott. Most ő az orvos, most ő a tanár, most ő az, akitől remélhetünk valamit. Leszállt hát, Elizeus utasítása szerint 7-szer alá merült a Jordánban, és a teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste. Megtapasztalta, hogy Izrael prófétáján keresztül az Isten gyógyít. De nem úgy gyógyít, ahogyan ő ezt elképzelte. Még jobban. Bizony az én életemben is, és talán te is visszatudsz, testvérem, arra gondolni, hogy az Isten bevetett bizalom elindít, teszek is lépéseket, kitartóan imádkozom, de valahogy nem úgy akarnak a dolgok történni. És akkor elbizonytalanodok, visszafordulok. Talán még a hitemben is megrendülök, hogy van-e értelme kérni az Istent. Itt a jó tanács adók segítettek, hogy vissza ne forduljon. Aztán ő maga is visszatért Isten emberéhez egész kíséretével együtt. És amikor az kijött, oda ment eléje, állt és azt mondta, valóban most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben. Nyilván a megfogalmazás azért jellemző, hogy a Biblia népe büszkén följegyezte ezt a tanúságtételt, hogy itt Elizeus imájára ez a idegen ember Naamán is megtisztult. És most itt a templomba vagyunk, és én is látom itt a keresztkutat, bizony mi magunk is megmerítkeztünk a vízben, Krisztus erejéből új életet támadtunk. Kicsit eszünkbe juthat, ez is fölidézhetjük, hogy mennyire fontos nekünk is megújulnunk. Ezzel kapcsolatos az a kihívás, amit most, amire hívlak benneteket, hogy pár perc csöndbe gondoljátok át, és talán napközben is ez a gondolat még kísérjen benneteket. Néha magam is lepásnak érzem magamat.
Veszem-e a fáradtságot, hogy útra keljek testi-lelki gyógyulásom érdekében? Nem akarom halogatni a bűnvallomás megtételét, hanem Krisztus és egyháza iránti hittel alázatosan megteszem azt. A megtisztulás után örömmel térhetek vissza enyéimhez. Szívből kívánom, hogy ez a mai nap, Nagybőjt harmadik hetének hétfője legyen számunkra is egy ilyen megtisztulás. Legyen egy komoly számvetés, ahol megtapasztalhatjuk, hogy az Úr új távlatokat ad. Miként annak idején Námánnak, miként Jézus idejében is voltak, akik Jézus szavára megtisztultak, és lám ott is volt, aki hálát tudott adni Jézusnak, visszajött az az egyetlen, aki szamaritánus a tíz közül. Bizony, az Úr meg akar tisztítani, de nekem lépéseket kell tennem ő feléje. Legyen áldott ez a mai napotok is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!